A 2008-as méhnyakrák elleni oltási kampány során szinte elenyészőnek mondható az oltások száma. Országos szinten akkor a 11 éves lányok alig 3%-a kérte a HPV elleni vakcinát. A statisztikák szerint azonban akkor Hargita megye élen járt a beadott oltások számát illetően. Az érintett korosztály mintegy 15%-a igényelte a vakcinát. Tudtuk meg dr. Tar Gyöngyitől, a Hargita megyei egészségügyi hatóság igazgatójától. Kifejtette, véleménye szerint politikai érdekek húzódtak a korábbi oltáskampány sikertelensége mögött, és üdvözölte az egészségügyi tárca kezdeményezését, hogy újraindítsák az országos programot. Egy nagyon okos dolog volt, úttörő dolog, ami Európában csak a fejlett nyugati országokban létezik, ilyen formán, ingyenesen, máshol megveszik pénzért a nők ezt oltóanyagot, sőt még férfiak is beoltatják magukat, mert hogy ugye tudni lehet már, hogy a férfi is terjeszti a fertőzést, és ezt Romániában politikai érdekből zátonyra futtatták. Itt van a baj, amikor beleszól a politika a szakpolitikába. Tehát akkor pont választási kampányra készültünk 2008 őszén, remélem, hogy most hasonló helyzetben vagyunk, nem fog áldozatául esni megint a választási kampánynak ez az elhatározás. Az egészségügyi tárca a méhnyakrákot okozó HPV vírus elleni oltásprogram újraindítását két feltétellel valósítja meg. Az egyik az, hogy megfelelő tájékoztatási kampányt indítanak a jövő tanév kezdetéig. A másik pedig az, hogy a beoltás csak szülői kérésre történjék. Az új kampányban minden 11 és 15 év közötti diáklány megkaphatja majd az oltást. A vakcina beadatása mellett szól az a tény is, hogy a néhány ezer 2008-ban beoltott diáklány esetében semmiféle mellékhatás nem jelentkezett. Ahogy arról korábbi híradásainkban beszámoltunk, november elejétől beindult az ingyenes méhnyakrák szűrés is. Megtudtuk, míg Gyergyó vagy Csíkszéken jóval meghaladja a 10-et a mintalevevő központok száma, és több családorvos vállalta, hogy legalább tájékoztató szinten bekapcsolódik a programba, Udvarhelyszéken mindössze 2 mintalevevő helyet regisztráltak, és összesen 10 családorvosi rendelőben adnak küldőpapírt az ingyenes méhnyakrák szűrésre. Az udvarhelyszéki 25 és 65 év közötti nőknek tehát egyszerűbb, ha rögtön a székelyudvarhelyi kórháznál a poliklinikán jelentkeznek a vizsgálatra, hiszen mindkét mintalevő központot ott találják. Az egyiket udvaremese doktornő családtervezői rendelőiben, a másikat pedig a városi kórház működteti, ahol az intézményben dolgozó nőgyógyászok vesznek mintát az ingyenes szűrővizsgálathoz.